5-10 évente eléri a Földet egy-egy jelentős járvány. Ilyen volt 2009-ben a H1N1, és 12 évvel ezelőtt a SARS is, mondta Ternán Gábor professzor, a fertőző betegségek szakértője. Véleménye szerint túlzóak a felkészülési lépések. Az az elvárt betegmennyiség, amire itten, mint egy atomcsapásra készülünk, ez azt jelenti, hogy több megbetegedésnek és több fertőzöttnek kéne lenni, mint ami most jelenleg Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban van együtt. Ternák doktor véleménye szerint a koronavírus egy keményebb influenza járvány vírusfertőzésének jeleit mutatja. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján jól fel lehet készülni ennek lefolyására. Várjuk azt itthon, hogy berobban a járvány. Őszintén remélem, nem fog bekövetkezni. Azért, mert akkor már megtette volna. Tehát a vírus az nem olyan, hogy meg lehet vele beszélni, hogy mikor robbanjon be. Ahogy elterjed, az robbanásszerű, mint az itt lesz a puf. Hirtelen több tízezer megbetegedés van, de itt nem történt ez meg. A professzor véleménye szerint a járványnak heteken belül véget kell érnie. Ez a vírus véletlenül, úgy én azt hiszem, hogy május végére véget ér. Tehát most már látszik azért más országokban, ahol hirtelen megugrott vagy visszakezdeni. Most már egy ilyennek az átfutása körülbelül 4 hónap. Ternák Gábor azt mondja, a vírus mellett a pánik a másik súlyos probléma, és most áldozatai vagyunk mind a kettőnek.